Ezek az eszközök nélkülözhetetlenek a baleseti sebészet mindennapjaiban. Ugyan nem fogyóeszközök, de újra felhasználhatóak. Egyenként nem nagy értékű, de összességében több mint 500 ezer forint értékű műszercsomagot tudtunk megvásárolni, és a kórháznak ápolásra, használatra átadni, amellyel a betegellátás, az ambulancia, a friss sérült ellátás, az ambulancia munkáját tudjuk segíteni. Ezek a műszerek nem fogyó eszközök, de többször használatos eszközök. Újra sterilizálandók, és ezek csoportban használhatók, ezekből egy-egy sebellátáshoz szükséges többféle eszközt egybe kell tenni, és ez lesz egy műszerkészlet, műszertálca, amivel egy-egy különböző típusú sebet el lehet látni. Ebben van sebészeti csipesz, anatómiás csipesz, finom preparáló olló, durva olló, kampó, horog, egyebek. Ezek sajnos többféleképpen fogynak, ugye? Hát kopnak, tönkre mennek, pótolni kell. Véletlenül kidobásra kerül a szennyes ruhával, véres ruhával, véres kötszerrel egy-egy darab, már is van egy hiány. És sajnos előfordul, hogy szarkák járnak a világban, és esetleg egyet-egyet fölkapnak. Azért, hogy gyorsabban lehessen a betegellátást végezni, és ne kelljen olyan gyorsasággal sterilizálni a műszereket, hanem több steril műszerkészletünk legyen, döntött úgy az alapítvány kuratóriuma, hogy ezeket a műszereket most megvesszük, a baleseti alapítvány átadja a baleseti ambulanciának, és ebben reméljük, hogy a ellátás javulni fog. A Tolna megyei Balassa János kórházban működő baleseti alapítvány által vásárolt új eszközöket átadta a kórháznak. A kórház alapítványai rendszeresen nyújtanak segítséget az intézménynek a továbbképzések megszervezésében, a gyógyítás műszerigényének fejlesztésében és a betegkomfort magasabb színvonalának megteremtésében. A magyar egészségügyi finanszírozás nem tartalmaz amortizációt. Sajnos az a nagy helyzet, hogy bizony a műszerek kopnak, tönkre mennek, pótolni kell. A működési költség, miután nem tartalmaz amortizációt, nehéz a műszerpótlás. Ezért kell mindig valami kiegészítés, segítség, hogy az elfogyó, tönkremenő műszereket pótolni tudjuk. A Tolna megyei Baleseti Alapítvány többféle tevékenységet folytat. Ennek egyik része a betegellátás javítása céljából különböző műszerek vásárlása. Ez nem csak vérnyomásmérőből és lázmérőből áll, nagyértékű műszereket is vettünk. Ezek mind betegek által az alapítvány számára adott különböző adományokból származó pénzből vannak.